Sziasztok srácok, itt vagyok újra, egy kis Robin Hood, The Legend of Sherwood. Al. Hát ez elég hülyen hangzott, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy befejeztük az utolsó küldetés, szóval itt vagyunk és megyünk a következőre. Most a sidequesteket, meg a, vagyis hát mellékküldetéseket, azokat kihagyom, ha nem gond. Most egyelőre nem hiszem, hogy szükség lenne rá. The merry men that stay behind in Sherwood by no means rest on their laurels. You can order them to train for combat, pick apples, get themselves treated, and so on. To do this, all you have to do is take them to one of the workplaces. The fruits of their labor will appear next time you come to Sherwood. Okay. De ezt most nem egyszer beolvastam. Hú. Igen. Mert nem nagyon látom, hogy izé lenne healing cuccunk. Szóval nem értem, hogy akkor most miről van itten szó. Téged ráállítottak a híre már egy ideje, szóval igazán lehetne már valami healing cucc, nem? És akkor, hogyha nem lesz healing cucc, akkor... akkor nem sokat élünk. Menjetek, például mindenki szedjen izét, füvet, vagy levelet, vagy mi ez. Menj már oda-vissza. Na nézzük a következő mission. Nottingham. Fair Marian, the love of Robin's youth, lives in Nottingham. Szóval akkor most őt még megjátogatni? Még itt van egy mellékküldetés, an escorted convoy. Mindegy, menjünk a függ... Ó, nem olvastam el. Wait, what? X. Yes. So, before leaving for the Crusades, Robin was planning to ask the Fair Marian for her hand. Although he is no longer an outlaw, he is convinced the girl could help him. Perhaps she will be able to tell him what has become of Godwin, or help our hero to recover his rights. To find out, Robin will have to take the risk of venturing into Nottingham once more. So, valami segítséget kért. Bizé Máriától. És akkor most az lenne a dolgunk, hogy mindenki húzzon a küldetésre. Te ennyi élettel nem tudom, hogy akarok küldetést csinálni. Kell valaki, ki tud kötözni. Az melyik őtök? Te tudsz kötözni, vagy a másik? Ugye oda küldünk, azt kiderül. Hú, de nagyon sok embert lehet ide vinni. Bakke, hát ki tud kötözni? Te? Dehogy is. De te se. Akkor most mit tökön van? Nincs egy-egy csávós, aki tud kötözni. Hogy lehet, hogy mindkettőnek ugyanolyan lófasz élete van? Menj már oda-vissza. De te tudsz kötözni. There's nothing like a good feast to get your strength back after you've been injured. By eating and resting here, our men will be able to recover from their injuries. Ja, hogy ott felhílelődik, aki ott van. Ez tök jó, de ez fel van akkor hílelődve. Mutasd magad. Oh, I get it now. De miért mész el? Menj már oda. De hát, hogyha ő se tud kötözni, akkor senki se tud. Amint nem teljesen értek. Mert te, meg te ugyanaz vagy. Ja, nem. Akkor viszont te tudsz kötözni, az hülyeség, te izélni tudsz. Akkor csak main questezni fogunk. Akkor hagyjuk ezt, yes. Vagy side questezni. Oké. Okay. És oda ez a felállás jó is. Ja. Ja nem. Robin nélkül nem tudom el lehet-e menni, de ha lehet, akkor elmegy nélkül, hogy felhírelődhessem. Aha, el lehet menni Robin nélkül. Jó. Te fel tudod magad hírelni, de téged nem is kell, téged se kell. Téged kéne majd felhírelni, szóval te is gyere vissza. Aztán te mivel tudod magad hírelni, te jöhetsz nyugodtan. Kérdés az, hogy elenged a három emberre, vagy kötelező az öt. Vagy itt is vagy csávó. Jó, te is tudsz kötözni, te! Mindegy, csinálok a sidequestet, az jó legalább felhílelődnek néhányan, akik nincsenek felhílelődve. Ami igazán nem árt.
Yeah, start the selected mission. Okay, so nem kötelezőt. According to Rubin's sources, the money contained in this marriage is intended for buying weapons in the south of the country. Be that as it may, Robin will certainly find a better use for it. Na szóval ezt a pénzt fegyverevásárlásra akarják használni valami marriage-en. Közelharcban mit lövöldözöl, na? Oh, az mi volt az a guruló kill? Azt megnyírt ki gyorsan. Szerintem itt lesz szükségem rád. Vagy... Húha! Takarodj onnan! Menj onnan! Menj már onnan el! Meghal. Oké. Okay. Hát ez fail volt. Ezt lehet nem kellett volna így elkezdeni. Ah, jó, hagyjuk is ezt a küldet, ja. Oké, semmi értelme nem volt így. Jó, az saját hülyeségem volt. Robin Hood meg közelsítse feltáplálkozva. Mi szar ez így? Nem lehetett, hogy elpörgettem a mapot küldetés nélkül, azt akkor ők meg feltáplálkoznak? Vagy valami? Mert így aztán ennek semmi értelme nincs bármit is csinálni. Poodly escorted carriage. Azt megpróbálhatjuk. Akkor visszük Robint is, de akkor nem fog felhidelődni soha. Viszünk téged. These young recruits would appear to be from one of the sheriffs. What? Mindegy? Mindegy. Reinforcements, so no doubt. The carriage must contain their wages. Now there's two good reasons to attack. De ezek is mennyien vannak, ez a poorly escorted. Jesus, man. Ez. Ez nevetséges. Nagyon a pénzt. Minek jöttök ide, meghaltok, az mindenkit leüt a csávó. Hát nem értek semmit ellene. Easy, let's return to Sherwood to rest before our next mission. That's it, man. Thank you. Yeah, I want the mission, I want to leave. That's it. Na, ez ma valamivel jobban ment. Robi, te mi a rákot keresel? Itt neked hírelődött kellett volna. Ez se hírelődött. Milyen mekkora kamuszöveg már akkor ez az egész? Akkor egy teljes mission kell menni, mielőtt hírelődhetek. Tehát nem egy sidequestet, hanem egy rendes main mission-t. Well... ez csak fucked. Akkor ez így fucked up az egész. Most mit putogatott? Ja, hogy ott lehet healing füvet szedni. Hát, ezt nem tudtam. Aj, de hülye vagyok. Ma fáj nekem ez. Hogy ez ilyen egyszerű lett volna, azt én meg végig hülye voltam. Szóval itt lehet hílelődni, meg healing füvet szedni? Na mindegy. Erre a küldére menjünk, mert úgy látom muszáj erre menni. Szóval kérlek, menj már el velük. Nekem nem tudom elkezdeni a küldit. Ez az. Nem ez az. Oh my god! A másik se fog elmenni, fogadni merek. Hogy lehet, hogy mindkettőnek ugyanannyi élete van? Like, what the fuck? Mindkettő meghalt, vagy mi? Nem, ez megy. Jó van. Hála az égnek. Fú. Nem tudom, hogy de megoldjuk. Meg lesz oldva. És nem hoztam hírelős csávót, abszolút. Még ha találok is füvet, akkor is baszhatom. Fú, nem lehet innen visszamenni. Csak a félelem a mission. Tudj, látom, hogy van healing fű, de nem hoztam a healerős embert. Load. Oh, fuck. Fuck. Fogalmam sincs, hogy most mit csináljak. Szóval se akarnám az előző küldetést újra kezdeni. De így nem jó.
Mit csináljak? Senki nem tud healing fület szedni, mi? Aj! Loadoljuk csak ezt fel. Ez pont azelőtt van, hogy elmentünk? Jel, yeah, várj. Ah, de jó, oké. Okay. Menj nyugodtan. Az jó lesz, ti ma ott is vagytok. Na kell egy heal elős csávó. Fú, de most egy pillanatra megértem, hogy gáz van, azért. But now we are ready to go. Ah, viszont így is bajom, mert most kit healelek fel. Robin is back in Nottingham. The danger is considerable, but it's such a long time since he's seen Marion. But how will he find her? Where does she live now? Robin doesn't know. He will have to ask the inhabitants of the town, but without rousing the suspicion of the loathsome sheriff or his men. But Robin's greatest fear is that Marion will refuse to speak to one who is more than an outlaw. Attól fél, hogy Maria nem fog vele beszélni, de nem tudja, hogy hol lakik, szóval úgy kell őt megtalálnia, hogy kérdezgetnie kell embereket, ami azért nem jó, mert eléggé könnyen bajba kerül, így. Úgy röviden, ennyi. But then, my friend? Pick that shit up. No, don't pick that shit up, wait, actually. Ah, oké, jó vagy, nyugodtan mehetsz. Nem mehetsz nyugodtan. Akár is nézem, ezt a két csávót ki kéne ütni. Csinálunk egy tervet most. Van egy tervem. Oké, okay. Szóval az első terv az lesz, hogy te leütöd azt. Oké. Okay. Következő része, hogy te megfojtod a másikat. Hát ez rohadtul nem úgy ment, ahogy én terveztem. De ezt még le tudom ölni gyorsan. És te tudsz ki is végezni, jó. Hát akkor most mi van? Nagyon örülnék neki a... Mekkora ez a map, te jó ég! Még lesz több fű. Három! Oda kell elmenni. Oda mindenképp el kell menni. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, okay, but what now? So we have this done. Which means that you should come here and ask. Oh, my poor son. He was such a good boy and so brave, but it was madness to oppose the sheriff's men as he did. Oh, my dear child, his body is being displayed as an example, at least that's what they said, and I, his poor mother, had nothing left, not even the comfort of being able to bury him in the hallowed ground. Szóval megölték a fiát, mert a sheriff ellen cselekedett valamit. Oké, csak ennyit tudsz mondani, és akkor most mit csináljak ezzel? Nyaljam körbe magam, vagy mi van? De tényleg? I wanted something, you know, helpful. I thought that maybe you have what I need, but oh boy, was I wrong. Gyorsan gyere el onnan. Menj oda be. Fú. Most nagy action-ek vannak itt ám. Most ez a slingshot-ta, hogyha nem tudok lőni, akkor minek van? Ez katapult? What good is a catapult for? Mire tudom használni Mr. Katapultót? Katapultó? Mr. Katapult? Hát emberek ellen nem annyira működik ez a dolog. Hogy használom a katapultot? Most amúgy komolyan kérdezem. Hogyan kell a katapultot használni? Hogyan kell? Hogy kell? De várj, itt már voltam, hát ez a izé. Ja, Nottinghambe jöttünk vissza, hogy persze, mi voltam már. Nagyon jó. Csak már most egyel kevesebb, és akkor ez a késő nem kell aggódni. Te még itt futkostok, mint a nyulak. Jó van, akkor futkossatok ott egy begörve. Le kell majd beszélni, ott van info. Húha.
Hua! Kicsit nehézebb ez a küldetés, mint az előzőek voltak. Itt már azért oda kell figyelni, amit egy csinálásra, még itt már sok az ember. Négy emberre még nem volt olyan nehéz bánni, de már annyivel... Kajt nem értem, hogy... Hogy működsz katapult? Gyerekim, de már nem jönnek, ahogy látom. Azt, ahogy ezt mondtam, pont ide jött egy majdnem. Ne menekülj, keci. Te kap már, ne! Aha, bementél oda, bejövök utána, tesó. Gyerünk ki mindketten. Vagy te elsz az, aki meghal, nem én. Justice said? Végül is megöllek ám. Gyerünk, szúrd le! Nagyon jó, ó, nagyon jó! Itt már nincsen káosz, még ott bent futkostok, az nem baj. Már ne gyertek ki. Na, Will Scarlet. Ott még van valaki megint. Jó van, srácok! Nézzük a helyzetet. Hogyan állunk? Egész jól állunk. Na és pont úgy, ahogy ezt kimondtam, hamarosan a következő dolog történt. The son of the old woman that Robin met was sentenced to hanging. The sheriff ordered that his body remain on public display for 1 week to serve as an example. His poor mother would certainly be grateful if Robin were to take down his body so that she could bury it. Ja, hogy ő már meghalt? Akkor jól gondoltam. Amúgy tenném hozzá, jó barátaid vannak, hogy ezt egy az nem hallják meg, kettő, ha meghalottak, akkor meg basztak rá. Körülbelül 3-szor buktam el a küldetést. Körülbelül 3-szor. Az elmúlt egy órában. Egy 42 perces videó volt, és 3-szor buktam el benne a küldetést. Ami annyira frusztráló volt, hogy inkább letöröltem az egész felvételt. És most kezdek egy újat, remélve, hogy új felvétel, új erő, új siker, és meg lesz most már a küldetés végre. Szóval egyelőre ezt a küldetést bukottnak vesszük, majd a következő videóban meglátjuk, hogy sikerül-e elég tételt vennünk a küldetésen is megcsinálni. Addig is sziasztok, a következő részben találkozunk.